A Mészöly Miklós Egyesület által 2004-ben alapított irodalmi díjat minden esztendőben Mészöly Miklós születésnapján, január 19-én adják át a szülővárosában. Az elismerést olyan alkotónak ítélik oda, aki jelentős írói, kritikusi vagy irodalomtörténészi életművet hozott létre, vagy olyan alkotásokkal rukkolt elő, mely új utakat nyit a magyar irodalomban. Szkárosi Edre, a Mészöly Miklós Egyesület alelnöke azt mondja, az idei díjazott Szvoren Edina 2 évvel ezelőtt is esélyes volt a díjra. Valóban a feljövő is már irodalmi és erkölcsi értelemben befutott, de még fiatal írók közé tartozik, akinek nagyon szuverén az alkotó írásművészete. Nem feltétel a Mészöly díjnál általában, hogy valami kimutatható köze legyen, de párhuzamosítható bizonyos mészői tapasztalatokkal. Azon kívül pedig, aminek én személyesen is nagyon örülök, hogy egy olyan író, aki nem kizárólagosan, de visszatért a novella műfaj műveléséhez, ami hát egy nagyon fontos. Egyrészt a magyar irodalom történet szempontjából, ugye visszagondolunk, kik írtak novellákat, másrészt személyesen pedig az én fiatal koromban, 60-as, 70-es években, még egy kicsit a 80-asban is, ugye a novella egy vezető műfaj volt a megújuló magyar irodalomban. Ez az ópusz, ez garancia arra, hogy egyre jobb. Nem egyre jobb. Egyre több és egyre fontosabb munkákat remélünk a díjazottjainktól, és ha végignézzünk a díjazottjainknak, csak a jelenlévőket mondom, mondjuk a Márton Lászlót, aki az első Mészöly díjas volt, hát nagyon épült az életműve azóta is. Arról is szó esett, hogy az elektronikus média elterjedése milyen befolyással lesz az irodalomra. Szkárosi azt mondja, át fognak formálódni az irodalmi formák, idomulva az elektronikus média adta lehetőségekhez. Akár most a digitális könyvre gondolok, vagy az e-bookra, akár, ez kiegészíti a papíralapú könyvet, ugyanígy az internet kiegészíti a papíralapú irodalmat. Nyilván át is szabja, tehát az internetes irodalom, vagy az interneten jelentkező irodalom szükségképpen átszabódik műfajilag is több okból. Az egyik a terjedelem, hát regényeket azért nem fogunk olvasni interneten, esetleg e-bookon, igen, de ez egy más reláció. A másik pedig az, hogy hát maga az internet közege, az olvasó közönsége más, harmadik műfajilag sokkal rugalmasabb. Tehát az írással érintkező más irodalmi, vagy ne adj Isten, művészeti tevékenységek sokkal jobban összeérnek. Tehát a vizualitás, akár a hang belépése, ugye? Tehát mindez olyan lehetőségeket ad az internetes megjelenésnek, ami megint csak szerencsésen tágítja a kifejezés lehetőségeit. A díjazott Szvoren Edina a kérdésre, hogy miért pont a novellában talált kifejező eszközre, azt válaszolta, véleménye szerint az írói érettség része, hogy kiki ráébredjen arra, milyen szövegekben tudja leginkább kifejezni gondolatait. Nekem az évek során minden szöveg ebbe az irányba mozdult, és én azt gondolom, hogy jól ismertem föl. Ugyanakkor persze a kis ördög az ott van, hogy az írói út kereséseknek ugyanakkor az is sajátja volna, hogy kimozduljunk, és hogy legyen valami más, valami idegen, és ott beszűrődjön. Nagyon kevés dolog volt, kimutatható hatással talán senki, ilyen nagyon a mély rétegekben megbúvó rokonságok persze vannak, és így Mészöllyel is lehetnek, már csak a rövid próza preferenciájára gondolok akkor is. Sokszor azt gondolom, hogy ezek nem konkrét műveknek a hatásai, hanem egyszerű alkati hatások, amelyeket én azt hiszem, hogy többnyire írás közben nem is biztos, hogy fölismerek. És lehet, hogy gátolna is, hogyha én ott abban a születés pillanataiban ezt látnám, hogy milyen prózavilágokkal van rokonságom. Szekszedváros önkormányzata minden Mészöly napon átadja a Mészöly emlékplakettet a szellemi hagyaték ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységért. A bírálók idén Jankovics Zoltán tartották érdemesnek a kitüntetésre,
a PAD irodalmi folyóirat szerkesztéséért, a Mészői Magas Iskola és írótábor működtetéséért és irodalmi munkásságáért. Ugye Mészői fontos Szekszárdnak, és fontos nekem is, meg is fontos a PADnak is. Ugye több évvel ezelőtt kitaláltuk Dicső Zsolttal, amikor a Mészői tanyát úgymond meghirdették a Tolnai Extrában, hogy Mészői Miklós tanyája eladó, és azt beszéltük, hogy ne hagyjuk ezt a helyet veszni, egy olyan helyet, ahol a Mészői Miklós alkotott, ott írta többek közt az Atléta halálát is, és akkor így kapcsolódik ide az irodalomháza, a Mészői Miklós emlékház is, hogy évente, nyáron itt szervezzük a magas iskolát. Én azt gondolom, hogy ha élek egy helyen, a saját magam életminőségét azt én tudom jobbítani, vagy én tudom megteremteni. És így találkoztunk Dicső Zsolttal, nagyon sok mindent közösen csináltunk az UGM-ban, és kitaláltuk a PAD folyóiratot, és innen datálódik ez az egész. Most már több mint 20 pár éve dolgozunk az irodalomért, Mészőiért, a Mészői tanyáért, tehát nagyon sok minden közösségi munkát letettünk az asztalra, és próbálunk egyfajta kulturális életminőséget, vagy egy kulturális szint vinni a városba. Hogy mi nem a díjért dolgozunk, persze nagyon fontos az, hogyha megbecsülik és elismerik az ember munkáját.